Sziasztok! Most egy újabb Just Cause videóval térek vissza. Mi is folytassuk. Hogy ez nem mentő helyük, így nem is tudom feltölteni. Aha, az kellene. Lássuk csak milyen messze van a küldetés. Nem vészes, akkor átmegyek most. Járművel. Persze, hogyha találok járművet. Tökéletes. Köszönöm szépen. Ez lehet, hogy ez túl jó ötlet, vagy túl kellemes, de... Hát a fa megfogott. Akkor menjünk át a felé. És repül az autó. Na, mondjuk a vízen úgyse fogok tudni átmenni az autóval, de nem baj. Úszok egy kicsit, és azon a szigeten is úgy is van út. Ez most nekem mondta? Ki mondta? Hol a polícia? Helikopter? De szar föl, hogy folyni a víz. Most rám lődöz, vagy mit csinálok, szerencsétlen? Töltsük újra. Fönt van egy út, úgyhogy oda fölmegyek. Mi jó, hogy ebbe a játékba föl lehet menni a hegy oldalon is. És ez tényleg engem akar lelőni, vagy csak ilyen... De akkor mondjuk nagyon szerencsétlenül céloz és lő. Madár! Követ a madár! Rendőri brutalitás zajlik éppen. Én ezt az autót el is viszem. Szerbuszta! Na. Akkor. Most már eljutunk lassan a küldetésed is. Lehet, hogy kicsit lassabban kéne mennem, mert ez a szar is eléggé csúszik. Az út meg eléggé kanyarog, és még mások is közlekednek rajta. Ez igencsak megnehezíti a dolgot. Legyek meg én bátor, és átmenjek a dzsungelen. Hát mondjuk nem tudom, mert hogyha... Végül is most lehet, hogy lemegyek a hegyről, de ha van ott még egy hegy, akkor arra megint nem gyalog kell mennem a autóval, esélytelenül fölmenjek rá. Mindegy, lemegyek az úton. Vagy itt átmegyek a másik útra. Vagyis megpróbálok. Mert a dzsungelben nem olyan könnyű közlekedni. Mindig vagy sziklának, vagy fának megyek. Megint? Gyerünk, került ki. Ott fa, vigyázz. Na ez... Csak reméljük, na, remélem nem akadok fönn semmibe, és akkor tök szépen végig tudok. Hogy? És itt van valahol a küldetés adóhely. Megint lezuhanunk. Az már nagyon jól megy. Ennek az autónak már nem sok minden. Már nem sok mindent tartja egybe. Hoppá. Inkább kiszállok, mielőtt felrópan még, ahogy benne ülök. Na. Uáá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 
Akkor indítsuk a küldetést. The hero returns. Gave Esperanza a lift home, huh? And some of that Rico magic. Guy's gotta grab his R&R when it's offered. Now listen up. This river is the Cocodrilo Perezoso. The Montano cartel uses it to ship out the coke. We've got intel. There's a special delivery due this morning.
Head up river, Rico. Check out the key. And work out what's going down. Then get the hell out. Tehát a hajóúttal kell valamit There's csinálni, your transport. Jó? Kaptam hajót is. Ó, milyen hajó ez? Nézzük már a térképre, tehát, hogy most erre, igen, erre kell beúsznom. Jó. Nehogy rossz felé induljak véletlen. Ó, halad rendesen. De gép fegyvere van. Király. Ez igen, ez a megy rendesen, ez a kis csónak. Végig repesztünk az egészet. Na és itt most mi a feladatom? Ezt föl kell robbantani? Apa. Jó, egyet elpusztítottam. Felszállok a vonatra. Ah, nem tudok felugrani? Ajaj. Akkor ez viszont kicsit kellemetlen lesz. Ah, itt végig tudok menni mellette. Jó, ez így jó. Ne! Most mi történik? Azért azt hittem, hogy gáz lesz. Gránátot neki, és... Nem jó, ha jár robbant fel. Még egyszer. Au. Sikertelen küldetés. Azt hittem, hogy erre föl lehet menni a vonaton végig, de ezek szerint nem lehet a vonaton végig utazni, úgyhogy ez most egy kicsit halál. Na jó, akkor még egyszer. Courtesy of those nice derelict bastards, the Black Hand. Black Hand? What the heck are they doing? Oh shit! You don't get that stuff at Radio Shack. Somebody somewhere is planning to make themselves some missiles. The story. Nem mondod, hogy már el is indul a mint? Hú, bazd meg. Az életem majdnem teljesen lefogyott. Húha! Gyerünk, azt még föl kell robbantanom akárhogyan is. Ázáz! Sikerült! És vissza kell mennem. Viszont... Ajaj. Ez így nem jó. Ó! Oh, ott egy medkit! Rakéta vetős kurva anyád. Lefogy az életem, basszus. Jó, hogy némelyik rohadék ad medkitet. Különben teljesen végem lenne. És kéne egy csónak, vagy egy hajó, vagy bármi, mivel szépen vissza tudok menni. Ez hülye ötlet volt. Itt vannak ilyen kis csónakok. Oké. Okay. Szerintem nem fog olyan gyorsan menni, mint az a fasz a kis csónak, amivel jöttem, de
Hát vissza kell menni. Hú, és ezekre még lőni se tudok. Ajaj. Hát de legalább gyorsabban megy, mint én is elhúzom. Futottam a vizet, de jó, hogy én még ilyet is tudok. Ajaj. Ennek így nem lesz túl jó vége. Még 2,5 kilométerre van a cél. A csónakon felrobbant. Most mi lesz? Tudok szépen lassan úszkálni. Ezek meg mindenhonnan lőnek rám. Jó van, tudom, hogy itt a polisz. Menjetek innen. Stop right now, citizen. Nem fog megállni a polgár csak azért, mert azt mondja. Van egy másik kis csónakocska. Talán egy darabig eljutok. Mi az, hogy amíg csak húztam, addig nem volt robbanás. Beszálltam a csónakba, és rögtön robbantottak ezek a szerencsétlenek. Hát... egy darabig most megint jó lesz ez a kis csónak. Meddig azt nem tudom, de... Ajaj... Érjek vissza. Ne. Jó. Ügyes hajó, oké. De jó, hogy robban a víz. Most már csak ki kell jutni a nyílt vízre, és mindjárt itt vagyok. Persze. Ott is robban a víz, vigyázz! Van lőzzetek, csak lőzzetek. De a kis szarral is úgy látszik sikerül megmenekülnöm. Lehet, hogy nem jó felé megyek most. Nem azért, de... Aha, a másik ágon kellett volna elindulni, bár meg... Na mindegy, akkor most megkerülöm az egész szigetet. Mivel jó ötletem nincsen. Meg ezt egy kicsit elrontottam. Jó, de innét jöttem, és azt mondta a csávó, hogy menjek vissza. Rossz sem gondolt, hogy nem ugyanoda kell visszamenni, mint ahonnan jöttem. Hogy itt most jó felé megyek? Tehát, mert... itt lesz majd a... Igen. Jó nagyot kerülök, de jó felé megyek. Jó, a robbantgassatok csak. Végtelen lőszerűen helikoptere. Érdekel. A helikopterek igen kitartóan jönnek utána. Lőjetek inkább egy-két másik hajót, itt úgyis van egy pár. Az is talán fölrobban a víz tetején a rakétát. Ilyen kemény a víz, vagy nem tudom. És már látom a célt.
Végre jó helyen vagyok. Ezek meg itt robbantatnak ezerre. Go! Egyetlen egy darab fa állt ki az egész tengerből, és én neki megyek. Mind the lines, Rico! What kept you? There's a tuna to gut and some sweet potatoes to peel. Thought we might have a barbecue tonight. What do you think? Hey, don't let me spoil the party. My treat. Hey, Kane, we should break out some of that pineapple sorbet. Why not? Regime change really works up an appetite. Don't you agree, Rico? Jó. Kerti parti következik. Küldetés teljesítve. Persze, hogy elmentem. Minden küldetés után elmentem, nehogy rosszul járjak. És élet. Lőszer. Ó, mi az? Itt van valami verseny. Akkor azt hiszem, most csináljuk azt a versenyt, mert csak azért, mert pont itt van. Úgy látom, ez a versenyes Jürge. Ja, hogy ne. Leave me alone. Na. Vezető oldalra szálljunk. Ez is ilyen fogy az idő visszaszámlálós verseny. Akkor azt hiszem bele kell húzni egy kicsit. Az ilyenekben azt nem szeretem. Kicsit is csúszik az autó, akkor nekem ott végem. Az autós játékokban még annyira sem vagyok jó, mint a lövöldözősök. Pedig azokban is elég béna vagyok. Na, a kurva anyádat! Faszom, húzzál innen! Azért nem fogok odaérni, mert ez a fasz belém fordult. Na. Ez jó valódébb van, ahogy látom. Ezt vesztettem legalább 10 másodpercet, basszus. Jó, ennyi, vége, kurva helikopter, bassza. Destroy the vehicle, you lose, persze. Jó, na hagyjuk. You are under attack, és ilyenkor nem lehet izélni. Hogy az meg. És ott volt a küldetési hozzám közel, most eljöttem jó messzire. De jó, és mehetek vissza. Valahogy. Jó, mondjuk még az a jó, hogy itt simán föl lehet menni a hegyoldalon. Dalokszerrel. Alto! Alto! This is the police! Ne szarom, hogy polisz, nekem autó kell. Itt van is egy szép sár. És mit lősz rám, barom? És akkor visszamegyek a küldetéshez. A kurva anyádat! Menj arra lefele, bazd meg! Az egy szerencsém volt, hogy még időben kiugrottam, mert megint leestem volna semmire.
utálom ezeket a rendőrök, csúszni, mint a szemét. Sőt, még jobban. Ezzel nem lehet haladni. De hiányzik, hogy sprintelni se lehet. Jön egy motoros kollega. Egy még rendőr is volt. Jó van, nem baj, elviszük a motorját. Jaj, te! Kurvára! Csúszik ez a... Én hát szétlőtték a hátsó kerekét. Persze, hogy csúszik, ha nincsen gumi a keréken. Jó, megint elviszük ezt a szar rendőrautót. Lehet, hogy ezért csúszott annyira, mert annak is kilőtték a kerekét. Mert ez egy kicsit jobb. Egy fokkal. Barátságosan. Hülyé. Aha, kilőtték a kerekét. Innentől kezdve ez is egy rakás szar lesz. Mindenképpen irányíthatatlan. Itt el kellene mentem erre. Jó van. Faszba, polisz. Menjél innen. Idióta anyádat. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit stabilabb autó lesz. Ha nem lövik ki a kerekét, ha kilövik a kerekét, akkor ez is elég szar lesz. Mondjuk ez... Ó, és nem jó útra fordultam rá. Semmi baj. Visszamegyünk. Nem kellett volna megfordulnom ezzel a tragacsal. Hú, van mennyi már innen helikopter? Elegem van benne, nem kell ezt. De mondjuk ez nem olyan gyors, de... legalább erős. Na jó, ott a fá azért esett. Következőnek kellett volna elfordulnom. Ez az út viszarra. Mert ez pont amire ráfordultam, az megkerüli a hegyet. Nekem meg föl kell menni a hegyre. Nagyon nem mindegy. Tényleg nem valami gyors. De strapabil. Mondjuk, ha kigyullad, akkor ennek is vége. És akkor moly, mehetek gyalog? Nem áll. Abból kiszállt a kollega. Ha nem áll, még be se szállok, aztán már szarrá lövitek. Nem jó buli. És basszus, szétlőtték a hátsó kerekét. Nem baj, ez még a jobbik, mert az elsőnek vagyunk. De azért durva, hogy most egyes körözésen vagyok, és két helikopter is rajtam van. Nyádat. Na jó van, egy sima gépfegyverrel nem fogom szétlőni a helikoptert, úgy látom. Attól félek, ez is amire megfordulok, ez is egy ilyen tragacs. Addigra ennek is vége lesz. Na jó, nem, mert pont nem lőttek, miközben fordultam. Jó, de ez még rosszabb, mint az előző. Ez tényleg más sebesség ellentétje.
Nem baj. Már csak odaérek lassan. Inkább keresztül vágok a dzsungelen, mert ez nagyon lassú. Jó, megvan a küldetés. Az előbb nem fekete ruhában volt a csaj? Hm? Mindegy. Thank you for coming, my friend. My husband meets today with some very big money people. We have become, it seems, a hot investment. Come here, and I'll show you this little job we have for you. I bet you will. We need to impress the money people just how serious we Riojas are. This is the largest coca field of the Montanos. If this were to disappear, it would be so, so bad for them. All that lost coca, all that lost money, and then the paranoia. They will wonder, who is so powerful that they can do this? And that would be me? Yes. Okay. Hova kell mennem? Mit kell csinálnom? Destroyt, el kell pusztítanom a... az ültetvényt. Limuzinnal megyek, mert megtehetem. Hát... elég messze van. Bár mondjuk, ha keresztül megyek mindenen, akkor nincs annyira messze. Mindegy, próbáljuk meg keresztül hajtani mindenen, mert úgy gyorsabban odaérek. Ez nagy esés lesz. Jó, szerencsére nem pusztult bele az autó. Így mehetünk tovább a következő nagy esésre. Amiben már valószínűleg belepusztul az autó is. Vagy nem, még nem. Király. Akkor menjünk tovább. Azt hiszem, itt lesz még egy-két ilyen balasított felvétel. Hát vagyis, ahogy elnézem az autót, már olyan sok nem. Az autónak már nem sok tartja. Egyben. Talán ez az út már oda is vezet. Ó, igen, itt is vagyok, király. És már odáig csak elmegy ez a szar. Hát mondjuk lehet, hogy mehettem volna az úton is, de... most már nem mindegy. Vagyok. Az igen, rögtön négyes körözés. Inkább menjünk be az autóval. Jó, ezzel az autóval már azt hiszem inkább nem megyek be. Azt hiszem kifogyott a fegyverem. Jobb, hogy ehhez van egy kis lőszerem. Vagy ez itt az ültetvény, és mégis mi a tökömmel pusztítsam el? Tehát nincs nálam lángszóró, vagy ilyesmi. Ez segít? Még mindig azt mutatja, hogy itt van az, amit el kell pusztítani, de
Hát én ezt fölrobbantottam, hogy... Szóval ez a mit pusztítsak el? Inkább autóval megyek, azzal könnyebb, csak gyorsabban odaérek. Aha, tehát most számolta ezt egynek. Jó, egyet már fölrobbantottam, de hát mindegy. Hát az gyalog elég messze lesz. De szerencsére itt van nekem egy autó. Persze lőjetek, csak én most nem érek rá ezzel foglalkozni. De ezt se számolta bele most, hogy elpusztult volna. Ezt mi is értem. Azt az egyet, azt beleszámoltam. Másodszor elobbantottam. Basszus, megint csak így néha számolja. Ezt nem is értem amúgy, hogy hogyan. Tehát ezt itt már felrobbantottam, és egyetlen egy ilyen bombám van már csak. Aha, nem, az egészet robbantottam fel. Semmi baj. Mondom, adunk neki gránátot. De jó, megint itt van egy rohadt helikopter. Utálom őket. Főleg lőrem, de nem is látom, hogy hol van. Jó, igazatok van, inkább ezt az autót viszem el, mert ez még jobban egybe van. Van egy piros pöttyök, így megállunk annál az ültetvénynél is. Az a baj, hogy ilyen rohadt bombából már csak egy darab van. Az igen. Ez is egy rohadt nagy ültetvény, tehát nem is biztos, hogy ez így elég lesz. Kettő. Ja, nem lett elég. Sőt, ennek még két vége is van. Basszus, és túl dobtam rajta. Ne szopassá. Nem, ezt is túl dobtam? Hát a kurva anyádat. Hát elfogy a gránátom, és akkor mit csinálok? Ezeknek sincs mindegyiknek gránátja, utánpótlásom legyen. Aj. Itt még van egy kevés.
Hát azt hiszem, hogy az a bombám az viszont ja, az elfogyott teljesen, úgyhogy... Király. Nem a fegyver, hát... Na. A fegyverrel szerinted odébb tudok állni? Na. Rik. Bazd meg. Nincs annyi gránátom, hogy ezt itt szépen elpusztítsam az egészet. Ott van egy medkit is. Lassan csak fölrobban az egész. Ó, ez volt az utolsó gránátom. Kell gránát. Hát mivel lett? Géppisztolya nem hiszem, hogy el tudom pusztítani. Legyen nálad gránát, nincsen nálad gránát, nincsen gránátom. Ennél van. Király. Ennél is. És... Elpusztult! Jó, már csak azt kell kipusztítanom, ami még... Itt volt az előbb egy autó, az úgy eltűnt. Mit csinálsz te? Húzzál el innen! Ha megint a fegyverhez száll a basszus, a fegyverrel nem tudok odébb menni! Fel most eldobta a fegyverrel? Jó van. A fegyverhez száll be. Nem a fegyvert használod, a szomat! Na. Ja, ennyi volt, elpusztult. De jó, én meg kiugrottam az autóba. Vissza kell mennem oda, honnan jöttem. Viszont most fölfelé kell menni a hegyre, úgyhogy nem tudok átvágni mindenem. Kéne nézni, hogy eljutok vissza. Aha, tehát le kell mennem oda, és akkor... Mi basszus? Melyik úton kell mennem, azt nem tudom pontosan, de... Le kell jutnom arra a útra. Anyádat, hát már nem igaz. Szerencsétlen ragacs. Végül is persze, ez így tök jó nekem, mert... Jó, anyádat. Még jönnek a faszom rendőrök is. Jó, nem jó úton vagyok, de ez is oda visz. Fú, bazd meg! Jó, legyen ez a lassú szar. Mert ez legalább strapabíró. Meg több idő kell, hogy felrobbanjon. De mi a... geci? Hogy a picsába löki el a... ezt a teherautót azzal a kis szarral? Hú, bazd meg. De fel tudnak baszni ezek a hülyeségek. Mm-hmm.
valószínűleg itt ezzel nem fogok tudni fölmenni. Hát, gyalog föl tudok menni? Jó. Akkor gyalog fölmegyek. Ó, nem már itt túl meredek már gyalog úthoz is. Basszus, hogy eljutok akkor itt? Király. Persze, még nem is látom, hogy hol vagy, de már lőjél rám. Na, szórakozzatok, én inkább elhúzom de nagyon gyorsan. Mielőtt még szétnének az autók, de itt is nem tudnék el. Húzzál innen! A lila anyádat. Nem tudom, hogy ez jó ötlet volt-e. Igen, egyértelműen nem volt jó ötlet. Ráadásul teljesen vissza is fordultam. Hú, de erőszakoskodnak. Hú, de erőszakoskodnak, kérem szépen. Na. Ja, itt van a nagy tokájú nyak nélküli csávú. So sad to see you drinking alone. Greetings, my friend. Disappointed that my lovely wife isn't here? She's so very sweet. Hmm? Yeah, she's got a great personality. Word of your little adventure to the Coca Fields has traveled fast. The Montanos are in mucho trouble, and it will only get worse. Let's celebrate this great partnership of ours, eh? Mm-hmm. Megünnepelték a kapcsolatukat, a partnerségüket. Küldetés teljesítve, akkor ez lett volna már a Just Cause videó. Hamarosan folytatom. Sziasztok!